Sziasztok! Ezt a heti vlogot én 2 nappal ezelőtt már egyszer elindítottam nektek, viszont úgy gondoltam, ahogy így visszanéztem ezt a felvételt, hogy én ezt így ilyen formában nem szeretném közzétenni. Ennek az oka az az, hogy a hetem első fele, első kétharmada, mondjuk inkább így, elég rossz hangulatban telt. Magyarán mondva, a béka segge alatt voltam, és amellett, hogy fontosnak tartom, hogy beszéljek erről, hogy igenis mindenki életében vannak ilyen pillanatok, ilyen napok, sőt, ilyen időszakok, túlságosan belementem és túlságosan sok olyan személyes tartalmat osztottam meg, amit így visszanézve nem gondoltam úgy, hogy én ezt tényleg szeretném, nem éreztem ezzel magam komfortosan, úgyhogy itt van, megint felveszem így a videó elejét, és arra gondoltam, hogy beszélek egy kicsit nektek arról, hogy én mit szoktam csinálni olyankor, amikor ilyen periódusom van. Nem mondom meg a tutit, ezek azok a dolgok, amik nekem szoktak segíteni. Például így a hét elején szinte minden estét azzal zártam, hogy a zuhany alatt sírtam. A sírás az szerintem nagyon sokak számára ciki, vagy szégyenletes, vagy nem is tudom, a gyengeség jele. Szerintem a sírás nagyon hasznos tud lenni. Nekem nagyon-nagyon sokat segít abban, hogy az érzelmeimet, amikor már túlcsordulnak bennem, azt levezessem. A feszültség, a frusztráció és a stressz levezetésében is segítenek. Sőt, amikor dühös vagyok, én akkor is sírok. Számomra szinte minden érzelemre egy jó kiadó sírás a reakció. És nekem ez szokott segíteni. Nem mondom, hogy ezt kívánom mindenkinek, hogy minden estéjét így töltse el, viszont miután én így kiadtam magamból a fáradt gőzt, hogy úgy mondjam, én utána egy kicsit megnyugszom, egy kicsit pozitívabban tudom látni a dolgokat, és egyszerűen nekem jót tesz. Ne gondoljon senki arra, hogy nem is tudom, hogy milyen gondjaim vannak, anélkül, hogy megint belekezdenék olyan személyes mélységekig ecsetelni a dolgokat, mint ahogy azt ugye már az előbb tettem, vagy hát abban a videóban, amit nem akarok közzétenni. Erről szerintem annyit szeretnék elmondani, hogy eléggé megvisel az, hogy egyre inkább úgy néz ki, hogy nem tudunk hazamenni az októberben tartandó esküvőjére a barátnőmnek, illetve kaptam otthonról az anyukámtól egy nem túl jó hírt a családommal kapcsolatosan, és ezek így valahogy, nem is tudom, hogy hogy mondjam, így elérték nálam a csúcspontot. Sokat segített nekem az is, hogy elég sokat dolgoztam a hét elején, és ugye a múlt hétvégén is, és ez nekem mindig segít abban, hogy a gondolataimat egy kicsit így kikapcsoljam, vagy nem is tudom, hogy mondjam nektek. Könnyen meg lehet, hogy még munkába menet is ezen rágódom, és ezen pityergek, viszont ahogy megérkezem munkába, egyszerűen nem is lenne időm arra, hogy a saját gondommal, bajommal foglalkozzam, illetve én olyankor azért vagyok ott, hogy másoknak segítsek, és valahogy így át is kapcsol bennem valami, ezt nem tudom, mi pontosan megfogalmazni nektek, és tényleg akkor ott vagyok 100%-ig, és azt nyújtom, amire nekik szükségük van, mármint a lakóknak. És lehet, hogy utána milyen is leteszem a műszakot, és elindulok a buszhoz, már megint így rám telepszik egy nem túl kellemes gondolat, az én gondom, bajommal kapcsolatosan, viszont igenis segített az, hogy így ki tudtam szakadni a saját magam sajnálásából azzal, hogy sokat dolgoztam. Illetve nekem az is segít, hogyha beszélek róla. Hú, mekkora titkokat osztok meg most itt veletek. Igen, most nem volt így alkalmam, vagy lehetőségem, vagy tulajdonképpen nagyon indítatásom sem a barátaimat, vagy hát például a legjobb barátnőmet így ebbe belevonni. Viszont nagyon örülök, hogy Martinnal minden este át tudtam egy kicsit beszélni, hogy mi nyomaszt és teljes mértékben mellettem állt, és tudom, hogy ez most így lehet, hogy nem nagy titok, meg nem nagy segítség, mert hogy nem mindenki
számára van ott egy társ, vagy ez nem csak egy partner lehet, hanem ez lehet egy barát, egy családtag, akárki, akiben tényleg ennyire megbíztok. De ha beszél az ember a gondjairól, ezt szoktam mondani az egyik lakónknak is, akinek szintén problémái vannak azzal, hogy inkább magába zárja a gondolatait és az érzéseit, és nehezen beszél róla. Mindig azt szoktam neki mondani, hogy mihelyest egy kicsit kiengedsz a saját félelmeidből és érzéseidből, ami például nagyon-nagyon magasan tetőzik benned, mihelyest egy kicsit kiengedsz belőle, akkor annál kisebb lesz benned a nyomás. És az a tök jó, hogy ezt ő is meg szokta már mostanában fogadni, aminek nagyon örülök, és tényleg nagyon büszke vagyok rá, hogy fejlődik ilyen téren. És ez nekem is segít, és jó beszélni róla. Ahogy mondtam így a nagyvilág előtt, talán mégsem teregetném ki az összes gondolatomat, viszont ha van olyan bizalmi ember az életetekben, akivel ezt megteszitek, akkor igenis tegyétek meg. Ami még nagyon sokat szokott nekem segíteni, az a zene. Attól függően, hogy éppen dühös vagyok-e, vagy szomorú, attól függően váltogatom a zenei lejátszási listámat. Van, amikor numetált hallgatok, hardcore-t, amikor tényleg úgy érzem, hogy úristen, de elmennék egy koncertre, és pogóznék, és kiadnám magamból azt, amit ki kéne, hogy adjak, és amit annó, amikor én tínédzser koromban rocker voltam, nevezzük így, meg punk, szóval így a kettőnek a keveréke, hogy akkor is mennyire jó érzés volt ezt így egy koncerten így kiüvölteni magamból. Én a fejemben szoktam így üvölteni zenehallgatás közben, ami lehet, hogy furán hangzik, de nekem ez is szokott segíteni. Illetve természetesen ilyen mindenféle jól bevált praktikák, egy kád forró fürdő, egy jó meleg zuhany, utána tényleg esetleg egy nyugtató tea, de ezek szerintem olyan dolgok, amik tényleg mindenki számára ismerősök, nem mint hogyha én olyan nagy dolgokat osztottam volna meg veletek, de nekem ezek szoktak segíteni. Ennek a heti vlognak amúgy az őszi dekorálás lesz a témája, úgyhogy azt szeretném majd nektek így megmutatni, hogy én hogyan öltöztetem őszi díszbe a lakásunkat. Semmi új dekorációt nem vettem idén, mert hogy tavaly elég sok mindent készítettem, illetve vásároltam, ezek lesznek idén is felhasználva. Hazaértünk a körjáratunkból, arra gondoltam, hogy megmutatom, hogy mit vettünk. Mamának szeretnék hazaküldeni Magyarországra egy csomagot, már csak annak apropóján is, hogy jövő héten lesz a 70. születésnapja. Egy újabb születésnap, amin nem tudok sajnos részt venni, viszont remélem, hogy azért így is örülni fog ennek a kis csomagocskának. Vettem neki fehér neműt, amit most így nem mutatték meg a kamerában, mert fölösleges, illetve nagyon szereti a nápolyt, úgyhogy ebből vettem neki egy pár csomaggal, meg az ilyen kekszeket szereti, ebből vettem neki egy pár csomaggal. Ezeket fogom neki hazaküldeni. Illetve a DM-ben nyomtattam ki egy pár darab fényképet neki magamról és öcsémről, magamról és Martinról, meg egy-kettőt a macskákról is, mert anyukám nem is olyan régen meglátogatta őt Gyomán, és anya mutatott így a telefonján egy-két YouTube videót tőlem mamának. Mamának nincsen internete, nem is ért így semmilyen ilyen számítógépes dologhoz, illetve mivel nem igazán hajjól, ezért telefonálni se tudok vele, úgyhogy eléggé le vannak szűkítve a lehetőségeim. És már régóta gondolkozok rajta, hogy írok neki egy levelet, viszont szerintem így, hogy csomagot küldök, ez így lehet, hogy még jobb is lesz. Szóval a fényképek azért is lettek kinyomtatva, hogy legyen neki így aktuális képe rólunk. És azért lett a macskákról is kinyomtatva, mert hogy mesélte anyukám, hogy mondta neki mama, hogy hát, hogy milyen jól élnek, így gyerek nélkül macskával. Hát tudjátok, olyan kis egyszerűen. Szóval igen, ezt fogom majd holnap elpostázni mamának. A Martin nagybátyjának a születésnapjára találtunk tök jó fűszereket. Tudni kell, hogy a Martin nagybátyja, ő azt hiszem, hogy szakács a hivatalos végzettsége, nem ebben a szakmában dolgozik, de hogy azért szeret fűzni, és szereti a csípőset, úgyhogy
vettünk neki egyszer egy ilyen három darab fűszerkeverékből álló szettet. Ez azt hiszem, hogy ilyen chilis só van benne, nem is tudom, hogy van-e. De igen, barbecue, chili fűszersó és fokhagymás chilis fűszersó. Ők ugye szeretnek grillezni. Úgyhogy reméljük, hogy tényleg ezeket fel tudja majd használni. Aztán ez is egy ilyen három darab chili szósz, ami különböző erősségű, hogyha minden igaz. Van benne habanero, van benne carolina, és hát egy harmadik, amit nem fogok tudni kiejteni, úgyhogy meg se próbálkozom vele. Valamint ilyen, ez olívaolaj, ami ugye hát ilyen fűszerezett. Úgyhogy ezt kapja meg így szedben tőlünk. A Martin unokahúgának pedig egy szép képeslapot vettünk, és neki pénzt szánunk majd, mert hogy ő nagyon-nagyon szeret utazni. Ez hát így a hobbija meg a hivatása így egyben tulajdonképpen. Be fogom nektek linkelni amúgy az Instagram oldalát Michelle-nek, mert szerintem egyrészt nagyon szép képeket tesz közzé, nagyon szép helyeken szoktak így megfordulni a barátjával, és ő el is kezdett ezzel komolyabban foglalkozni, már mint a képszerkesztéssel, szóval, hogyha ez így érdekelt titeket, akkor megnézhetitek az Instáját. A DM-ben is voltunk, ott csak ilyen szokásos dolgokat vettem, mint dezodor, a macskák kedvenc eledele, szájvíz, illetve az ilyen örök kedvenc olajos lemosom a Balától, amit nagyon szeretek sminklemosásra használni, és vettem végre kettő darab ilyen kis, hát minibb hajcsatot. Arra gondoltam, hogy amikor be van hullámosítva a hajam, akkor ez az Invisibubble, ez nem mindig elég, mert mint ebben nem túl sok hajat tudsz beletenni. Ugyanúgy megtartja a hajamat, viszont épp, hogy egy tincset tudok így elvenni és felfogni vele. Ezzel meg azért remélem, hogy egy kicsit többet sikerül majd. És ha be van hullámosítva a hajam, ha majd be lesz, mert hogy amit láttok így, az a természetes mostanában, fogalmam nincs, hogy mi van a hajammal, világéletemben szögegyenes hajam volt, és mostanában így elkezdett így be hullámosodni. De szeretném ugye begöndöríteni majd, és olyankor szeretném majd ezzel így elfogni az arcomból, hogy ne zavarjon. A TK Maxx-ben magunknak is vettünk fűszert. A kedvenc füstölt édespaprikámat vettük újra, mert hogy már csak kettő van tartalékon itthon, és ez mindig kell, hogy legyen. Illetve ilyen bors keverék. Pfeffermischung. És tök jó, mert ahogy hazaértünk, akkor pont elcsíptem a postás hölgyet. Mostanában érdekes módon a levélkihordó hölgy szokta kihozni a Douglas rendeléseimet, mert hogy rendeltem a Douglas-tól. És akkor nézzük, hogy mi van ebben. Megint kikötött nálam jó sok ilyen kis minta a rendelés mellé. Van itt mindenféle parfüm minta, ez azt hiszem, hogy igen, hajkondicionáló, arckrém, arcradír, még egy parfüm minta, és szempillaspirál és szemceruza mini is. És a két dolog, amit én rendeltem magamnak, az az egyik az It Cosmetics CC krém, Your Skin But Better CC krém. Én ezt rendeltem újra most már a light változatban, mert hogy nyáron megrendeltem a light mediumot, az valahol így a light meg a medium árnyalat között volt, és a medium, ami még van, abból az túlságosan sötét, úgyhogy kevertem, de utána elfogyott a light, és úgy gondoltam, hogy a light medium jó lesz. Viszont egy hangyányit sötétebb volt még nyáron is az arcszínemnél, mert hogy az arcom az nekem már nem igazán szokott barnulni, annak köszönhetően, hogy ott azért tényleg odafigyelek a fényvédelemre. Nem tudom, hogyha a testemen ne figyelnék oda, hogyha nem tudom, tényleg szándékosan kimentem volna a napra, viszont én napközben így, amikor csak így kihussanok a boltba, akkor nem igazán szoktam bekenni így a karomat fényvédővel. Ez lehet, hogy nagy hiba, de az arcomnál a fényvédelemre különösen odafigyelek, úgyhogy télen-nyáron most már az én színem ez a light, aminek egy kicsit sárgás az alaptónusa, úgyhogy ezzel legyetek tisztában. Illetve ugye lehet kapni most már a német Douglasban Drunk Elephant termékeket, aminek nagyon örülök, már csak azért is, mert én eddig is meg tudtam rendelni Cult Beauty-ról, viszont a Douglasnál én szinte mindig valamilyen akciós kóddal rendelek, most is 20%-os kódom volt mindenre, amit rendeltem, és így a Drunk Elephant termékekhez is jobbára jutok hozzá, ami ebben az árkategóriában igenis nagyon sokat számít. Szóval ezt a hidratáló szérumot rendeltem meg.
Ebből már volt egy ilyen kis mini kiszerelésem, mert hogy ilyen először a Drunk Elephanttal úgy ismerkedtem meg, hogy egy mini szettet rendeltem tőlük, és ezt a szírumot én szerettem, és most arra gondoltam, hogy szeretném megint jobban felépíteni az arcápolási rutinomat, mert így nyáron nagyon leminimalizáltam, így szinte a fényvédőn kívül szinte semmit más nem használtam, és értem, hogy kell, most már elkezdtem megint a retinolt, és most szeretném ezzel a szérummal is egy kicsit kényeztetni majd a bőrömet, mert érzem, hogy kezd átlendülni a szárazabb irányba. Szóval értitek. Illetve kaptam egy ilyen gúcsányt, kupont, a TVNOW-nál lehet most 12 hónapon keresztül ingyen is bérmentve streamelni ezzel. Ezt majd szerintem Martinak odaadom, hogy nézze meg, hogy tényleg érdemes elkezdenünk ezzel foglalkozni. Igen, most pedig szerintem kisminkelem magam. Készen is vagyok, nem vittem túlzásba a sminket. Tulajdonképpen úgy készítettem el magam, mint ahogy azt így a dolgos hétköznapokra is tenni szoktam, szóval egy alapsminket vittem fel. Hogyha érdekel titeket, hogy hogy szoktam sminkelni tényleg így a mindennapokban, akkor írjátok meg nyugodtan, mert akkor szerintem az egyik következő heti vlognak a témája akár ez is lehetne. Most annyi eltérés van, hogy tettem fel rúst, amit mostanában hétköznapokra már egyáltalán nem szoktam a maszk hordás miatt. Tudom, nekem is vannak ilyen szuper tartós folyékony rúzsaim, viszont az is valahogy úgy bepárásodik a maszk alatt az egész mindenség, és valahogy úgy is el fognak kerülni a nap folyamán. Szóval ennyi eltérés van, de amúgy így szokott kinézni többnyire a fejem hétköznap, hogyha bárki bárhol látna. Szóval írjatok nyugodtan, hogy ez így érdekel titeket. A múltkori szoba átalakítás során a legalsó polcot, legalábbis az egy részét szabaddá tettem, és ennek az volt az oka, hogy régen ezen a polcon, amíg még üres volt, Frida nagyon szeretett pihenni. És gondoltam, hogy hát, hogyha megint visszaszokik erre, mert hogy nem tudom, én olyan békésnek és idillinek tartom azt, amikor én itt sminkelek, vagy videót szerkeztek ebben a szobában, és a macskák is itt hesszelnek. És most végeztem éppen a sminkeléssel, és ezt nézzétek, hol van Frida. Az előbb értem haza a Lidlből, voltam egy kis bevásárlást megejteni. Ahogy látjátok, egy picit leizzadtam közben. Mi ez az idő? Most halálkom olyan, mi ez az idő? Értem én, hogy oké, szép volt a nyár, jó volt a nyár, de szeptemberben nekem ne legyen meleg, és jövő hét elejére 30 fokot mondanak. Hát köszi. Na mindegy, elvileg egy ilyen 3-4 napról beszélünk, és utána eltűnik most már tényleg a nyár, és az utó, nem is tudom, minek nevezzem ezt. Szóval nagyon várom, hogy vége legyen ezeknek a meleg napoknak. De nézzük akkor, hogy mit is vettem. Úgy mentem be, hogy oké, kéne egy-két zöldség, meg talán gyümölcs, mert hogy ezek így nagyjából elfogytak itthon. Hogyha ezek vannak, akkor így nagyjából az alapdolgok már meg is vannak, mert tészta ugye mindig van itthon, rizs is van többnyire itthon, bulgur, nem is tudom, hüvelyesek is szoktak itthon lenni, ugye szárított formában, vagy akár konzervformában is. Vettem burgonyát. Azért is vettem burgonyát, mert szeretnék majd... van egy ilyen Knorr alappor, porom, alapszószporom, nem is tudom, hogy hívják ezeket, amit fogalmam nincs, hogy mikor vettem, vagy én, vagy Martin, mert hogy nem igazán szoktunk ilyeneket használni. Nekem ezzel nincsen bajom, ha valaki ilyeneket használ, de én valahogy annyira nem lelkesedem értük. Viszont ez a kaja, ami rajta van a képen, ez tök jól néz ki, és ez még elvileg ilyen darált húsos, krumplis, paprikás ragú. Ugye a darált húst azt mi vörös lencsével szoktuk helyettesíteni, úgyhogy arra gondoltam, hogy azt megcsinálom, vagy hát ezt a port, ezt megcsinálom majd így. Ehhez vettem ezt a burgonyát, illetve szeretnék majd egy levest készíteni, abba is kell. Láttam, hogy akciós ez a csokomel, amit öcsém nagyon-nagyon szeret, és ő is szokott nekem, vagy hát nekünk venni dolgokat, hogyha így meglátja, és tudja, hogy szeretjük, és akciós, és most úgy voltam el, hogy akkor most én lepem meg őt 2 liter ilyen csokis itallal, amit, ahogy mondtam, tényleg oda meg vissza van érte. Aztán, na várjátok, mert borulni fog most valami. Igen, vettem egy csomag ilyen zsömlét, amit ki lehet sütni. Mi vasárnaponta ezt
szoktuk így reggelizni. Vettem Martinnak sima tószkenyeret. Én nem tudom, hogy lehet tószkenyeret enni, én utálom a tószkenyeret, de igen, ő szereti, úgyhogy az a lényeg. Aztán szerettem volna venni ilyen leves zöldségmixet, de nem volt, úgyhogy megvettem külön őket. Vettem egy darab puréhagymát, vettem kettő csomag új hagymát, mert nagyon-nagyon jó áron volt, és mi nagyon szeretjük. Aztán paradicsomot vettem, ilyen fürtöset kettőt. Vettem passiógyümölcsöt, nekem én oda meg vissza vagyok az ízért, nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Hát tudom, hogy nem regionális, de néha meg szoktam engedni magamnak. Vettem sárgarépát, az az igazság, hogy ebből csak nem tudom, egy ilyen 3-4 darabra lett volna szükségem, viszont nem volt kimérős sárgarépa, csak ez volt, vagy zacskós, és hogyha már választani lehet, akkor inkább a csomagolásmenteset szoktam választani, úgyhogy megvettem így a zölddel együtt a sárgarépát, hát lehet, hogy Frida eljátszik majd vele, amúgy sajnos nincs olyan ismerősöm, akinek nyula lenne otthon, úgyhogy szerintem sajnos megy a kukába majd. Vettem paradicsomot, és van benne egy ilyen zöld darab is, amit már a múltkor is vettem, és tök finom amúgy ez a paradicsom, és a zöldön akkor is gondolkoztam, hogy szeretnék elindítani a csatornán egy újfajta sorozatot, nem tudom, most ez így tök jó alkalom rá, hogy így megkérdezzelek titeket, hogy így mennyire lenne erre így igény, ami tulajdonképpen egy főzős sorozat lenne. És az a lényege, hogy filmekből, sorozatokból, vagy akár könyvekből híres ételeket szeretnék elkészíteni. Van már felírva egy-két ötletem, hogy mit szeretnék akkor megcsinálni, például szeretném a Jó barátokból Rachelnek. Hát most pont elfelejtettem, hogy minek hívják, de tudjátok, abban az átlátszó üveg, magasfalú üvegedényben van, és ilyen réteges édességét, amiben ő tett egy kis marharagút is. Én természetesen ugye a marharagú nélkül szeretném majd elkészíteni. Aztán Bridget Jonesnak szeretném elkészíteni a híres, azt hiszem, hogy kékszínű levesét. De most így egy kicsit elbizonytalanodtam, lila volt az a leves? Na mindegy, a listámon rajta van rendesen. És a sült zöld paradicsomból szeretném elkészíteni a sült zöld paradicsomot is. Most arra gondoltam, hogy lehet, hogy ezzel fogok majd kezdeni. Lehet, hogy nem kerül majd rá sor. Nem tudom, de tökre érdekelne, hogy mit gondolnátok egyrészt egy ilyen sorozatról. Érdekelne titeket, tulajdonképpen semmi különlegesre ne gondoljatok, nem ilyen gurmé dolgokat fogok elkészíteni, meg tulajdonképpen nem is az a lényege, hanem az én kíváncsiságom, meg hogy közben esetleg szórakoztatlak ezzel a tartalommal titeket. Szóval ezzel a paradicsommal ilyen gondolataim vannak, de hogyha ez most nem valósul meg, akkor is el fog fogyni, amúgy már, ahogy mondtam, nagyon finom paradicsom. Vettem egy karalábét, ez is levesbe, vettem egy gránátalmát, amivel, hogyha megküzd az ember, akkor én nagyon-nagyon szeretem a magjait. Vettem egy ilyen, mindig elfelejtem a magyar nevét, spickol, ami hegyes káposzta, nem, csúcsos káposzta, azt hiszem, hogy csúcsos káposztának hívják. Ebből szeretnék egy ilyen eintopfot készíteni, ami egy tulajdonképpen egy tartalmasabb leves. Ez lesz majd ugye a karalábi is, és mit vettem még? Vettem kettő darab körtét, mert hogy alma még van itthon, meg talán banán is egy pár darab, és szerettem volna esetleg még szilvát venni, de nem volt az a fajta szilvájuk, amit én szeretek. Van itt egy zellergumú, ami most össze is piszkította a szagyromat. Aztán vettem piros kápia paprikát, és hát ez nem túl egészséges, viszont arra gondoltam, hogy szerintem ma vagy holnap este tartom majd egy ilyen heimkino estet Martinnal, amikor is itthon fogunk valami filmet megnézni, és egy ilyen édes paprikás Pringles-t vettem erre az alkalomra. Igen. Akkor a következő szatyorban van barna csiperkegomba. Ezt megláttam, hogy jó áron van, és szeretjük nagyon. Arra gondoltam, hogy jövő héten ugye megint elég sokat fogok dolgozni, akkor nem nagyon lesz így időm nagyobb dolgokat főzni, de lehet, hogy így hétközben délelőttönként egy-két ételt így előkészítek. Aztán szukkersóten, ami baby zöld borsó, azt hiszem, hogy így lehet ezt nevezni.
Baszmatirist vettem, mert hogy fogyóban van. Vettem 2 darab fűszert, voltak megint ilyen, nem is tudom, hogy minek nevezték őket, ilyen keleti fűszerek voltak a kínálatban. Vettem egy őrölt koriandert és egy őrölt gyömbért. Én ezeket elég gyakran szoktam használni, például ázsiai ételek elkészítéséhez is, úgyhogy most nagyon-nagyon jó áron volt, azt hiszem, hogy 66 cent volt egy ilyen 60 grammos csomag. Vettem egy pár ilyen pudingot, ebből vettem 2, és ebből is 2, Martinnak és magamnak, esetleg majd így valamikor uzsonnára vettem egy ilyen vaníliás zsírcsökkentett túrót. Aztán főzőtejszínt vettem 2 darabot. Én nagyon szeretem a növényi tejszíneket is használni, viszont ugyanúgy használok még mindig rendes főzőtejszínt is, főleg, hogyha, nem tudom, én ezt valahogy jobban szeretem, hogyha levesekhez kell tejszínt adnom. Vettem tőkehalfilét, ez lesz majd a mai vacsoránk, ez is egy ilyen tejszínes kaprós szószban, és ehhez fogok majd rizst készíteni ma ugye a vacsorára. Mi van még itt? Megláttam, ez is ugye ebben a keleti akció keretén belül volt. Ez nem paradicsompüré, hanem paprikapüré, és elvileg csípős. Vannak bizonyos ételek, amikbe el tudom képzelni, úgyhogy úgy voltam vele, hogy megveszem és kipróbáljuk majd. És azt hiszem, ja nem, van még itt egy Philadelphia, a sima klasszikus változatban, és fagyasztott málna, mert hogy ráálltam teljesen arra, hogy megint reggelire, vagy hát szeptember 1-től kb. Nekem így az apkása az egy ilyen őszi-téli reggeli, és ráálltam arra, hogy kakaós zapkását reggelizem, és abba szoktam fagyasztott málnát tenni, nekem ez a kombó az, amiért oda meg vissza vagyok. Úgyhogy elfogyottam el, nem. Kénytelen voltam újra venni. Igen, ezeket vettem most, ahogy mondtam, konkrétan heti menüt én nem szoktam már írni. Lehet, hogy megint szeretném elkezdeni, nem vagyok benne teljesen biztos. Majd meglátjuk, viszont most úgy gondolom, hogy abból, amit vettem, illetve ami itthon van, nagyjából egy hétre simán meg tudnám oldani így a főzést, és valószínű, hogy meg is fogom. Majd lehet, hogy még így egy-két friss dolgot kell venni hozzá, mert hogy van olyan ötletem, amihez salátát szeretnék készíteni, és akkor ahhoz természetesen salátát kéne venni, de ahogy mondtam, ez most így szerintem elég lesz, szerintem jövő hét második feléig, az biztos. Oké, remélem, hogy nem volt túlságosan unalmas nektek ez a food hall rész, és ahogy mondtam, tökre érdekelne a véleményetek ezzel az új esetleges sorozattal a csatornán. Na, hogy ezzel kapcsolatban mit gondoltok? Írjátok meg nekem, légy szíves! A segítségeteket szeretném amúgy kérni, mert hogy keresem a tökéletes határidőnapló és bullet journal keverékét. Na, mert most az én fejemben megvan az a kép, hogy mit szeretnék, és ez tulajdonképpen egy olyan határidőnapló, amiben egy picit több hely van, hogyan vezetni például a havi költségvetésemet, esetleg heti bevásárlólistát, vagy ne adj Isten menüt, bár heti menüt én már annyira nem szoktam tervezni, havi kedvenceket, olvasott könyveket, látott filmeket, sorozatokat, szóval hogy ilyeneket is tudjak benne vezetni. Nem találtam olyan határidőnaplót, amiben tényleg lenne ilyen erre hely, meg hogy így a lebontásában lenne esetleg tényleg erre külön hely így a hónap elején, vagy a heti lebontásban, így a napi lebontások mellett még esetleg extra oldal ehhez. Szóval kicsit meg vagyok lőve, mert határidőnaplót nem akarok, mert ahogy mondom, kevés az, amit bele tudok írni. Bullet journalt én amennyire szerettem csinálni, ugye egy pár hónapon keresztül nagy bugyós voltam, egyszerűen nincs rá időm. Nincs rá időm, és nincs rá energiám, és épp ezért, hogyha nem olyanra sikerült már így a vége felé, mint amilyet szerettem volna, akkor az engem frusztrált. Úgyhogy inkább úgy voltam el, hogy ahelyett, hogy mérgelődnék rajta, hogy nem lett olyan szép, meg hogy nem készültem el vele időben, inkább hagyom az egészet, és valamire viszont mégiscsak szükségem lenne, amiben tudok írni, mert én nagyon-nagyon szeretek kézzel írni, úgyhogy a telefonomban is van to-do lista, de szeretnék igenis kézzel is írni. Szóval, hogyha tudtok ilyen keverékről,
lehet akár Etsy-ről, Amazonról, teljesen mindegy, és természetesen az se lenne baj, hogyha jól néz neki, ha nem gyűrűs lenne, és igen, ne legyen nagyon-nagyon hatalmas példány. Szóval, hogyha tudtok ilyet, akkor írjátok meg nekem, légy szíves, akár linkelhettek is, hogyha tudtok valakiről, aki nem is tudom, milyen egyéni elképzelések alapján készít ilyesmit, nem horror áron azért természetesen, mert nem is tudom, milyen több tízezer forintot nem igazán tudnék kiadni rá, de hogy így, ha még megfizethető, akkor nagyon szívesen investálnék egy ilyenbe. Szóval írjatok nekem, kérlek, valami jó ötletet. Végre radagaszt is felment a piros szekrény tetejére. Ugye mondtam nektek, hogy azért is szerettem volna oda egy kis szekrényt, hogy ő fel tudjon majd menni oda. És mióta átrendeztem a szobát, egyszer sem volt fent. Egyetlen egyszer feltettem, hogy azért megnézze, hogy igen, oda fel tud majd megint menni. De le is ugrott rögtön, és azóta nem vette rá valahogy így a hangulata, hogy felmenjen oda. Gondolkoztam azon, hogy lehet, hogy így elvette a kedvét az, hogy onnan eddig mindig volt egy kilátásom. Így a hatodik emeletről, mert hogy az ablak mellett volt ez a szekrény. Viszont utána gondolkoztam rajta, hogy őszinte mindig alszik ennek a szekrénynek a tetején, szóval lehet, hogy mégsem ez volt az oka. Mindegy, most megint megtalálta a helyét, megint ott van, és hát sziasztázik. Így vasárnapra végre elértem odáig, hogy lemegyek a pincébe, és felhozom azt a dobozt, amiben az őszi dekorációt eltettük, és végre kiteszem a lakásban. Valahogy nem passzol a holnap várható 30 fokhoz, de ezzel is biztatom magam, hogy tényleg itt az ősz, csak ezt az utolsó pár meleg napot kell túlélnem. Láttátok, azért nem vittem túlzásba a dolgokat. Szerintem lesz még azért őszi dekoráció, már csak azért is, mert ugye szeretnék elmenni túrázni, és gesztenyét, meg ilyen őszi terméseket gyűjteni, falevelet szeretnék gyűjteni azokhoz. Van is több ilyen kis apró képkeretem, amikben szerintem nagyon jól néznének ki falevelek, akár így a szobafalán dekorációként is. Szóval azokat szeretném még megvalósítani, viszont így is úgy érzem, hogy sikerült egy kis őszt csempésznem már a lakásba, és hát ez az én szívemet megmelengeti. Remélem, hogy a tiéteket is azért kezdi. Ennyi volt most ez a vlog erre a hétre.
Találkozunk jövő héten is. Vigyázzatok magatok, legyetek jók, sziasztok!